Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek te néked, és az én lelkem is, amelyet megváltottál. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az értünk megszületett, feltámadott, és mennybe ment élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, anyáknapi ünnep istentiszteletünk kezdetén a 167. énekünket énekeljük, annak első versét, amelyik így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. 167. énekünk első versét énekeljük: Jöjj, mondjunk hálaszót. Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 167. ének második és harmadik versének éneklésével, amelyik így kezdődik: Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, anyák napi ünnep Isten tiszteletünkön Istennek igéje szól hozzánk a Szentírásból, Sámuel első könyvének az első részében, annak 9. versétől a 11. versig a következőképpen. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura,
Ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod szomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz a te szolgádnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva az ő fejét. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk téged, mennyben lakó Istenünk, kegyelmes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, ugyanúgy közel vagy a kicsinyekhez, szenvedőkhöz, mindenkihez, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki mindnyájunkért önmagad a keresztfán áldoztad. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is követtünk, munkálkodjál bennünk, az igéted ölővé és hatóvá, mindnyájunk szívében és életében. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedjen akaratodnak. Amen. Kedves testvéreim, készülve az ige hirdetésére, a 162. énekünknek harmadik versét énekeljük. A 162. éneknek harmadik versét énekeljük, amelyik így kezdődik: úgy kívánkozik mi lelkünk te szent ígédhez, mint a szomjúhozó szarvas a vízhez. A 162. ének harmadik versével folytassuk ünnepi istentiszteletünket. Isten igéje szól hozzánk a Szentírásból, Sámuel első könyve első részében, annak 11-es verséből a következőképpen. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura, ha részvétel tekintesz szolgálád nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg a te szolgálódról, hanem fiúgyermeket adsz, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Amen. Kedves testvéreim, tisztelt ünneplő gyülekezet! A mai nap úgy ismeretes szerte országunkban, szerte mindenfelé, mint anyák napja. Ilyenkor az anyák kerülnek a társadalom, a családok érdeklődésének középpontjába. A felolvasott igevers egy nagyon régi bibliai édesanyáról szól hozzánk, Sámua édesanyjáról, Annáról, és rajta keresztül szeretném hirdetni Isten igéjét, hogy mit üzen számunkra anyák napján Isten, mit üzen édesanyáknak, és mit üzen nekünk, embereknek. Elsősorban ez az igevers a Szentírásból az anyaság méltóságát emeli magasra. Hiszen az anyák napján egy régen elfelejtett bibliai igazságra figyelmeztet bennünket, ez pedig így hangzik, hogy az anyaság a nőnek Isten által adott legnagyobb méltósága és tisztessége ebben a világban.
A Szentírás asszonyai, amikor életükben gyermekáldás születik, akkor mindig óriási öröm, vidámság, boldogság hatja szívüket, örülnek, újjonganak. Így Anna is. Hiszen látjuk, hogy boldog házasságban élt, megbecsülte őt az ő férje, jól érezte magát, de valahogyan mégis szerencsétlen volt, mert nem volt gyermekáldás az ő életében. És ezért gyermek után vágyik az ő szíve. A Bibliában, amikor egy asszony gyermeket kap Istentől, mindig felújjunk. És azt mondja, hogy azért Istenem rám tekintett. A bibliai asszonyok a vajonságot Isten hatalmas ajándékának, dolgának tartják. Abban a világban, abban az országban, ahol Isten félő emberek élnek, ahol van hit az emberek szívében, ott az anyákat, a vajonságot, a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, asszonytestvéreket valóban tisztelik és meg is becsülik. Hiszen rajtuk keresztül adja Isten az életet, és első számú munkatársai a teremtő mennyei atyának. A gondviselő, életet adó, ápoló, nevelő Isteni szeretetnek. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy tanuljunk tehát meg egész életünk alatt gondolkodni az anyaságról. Aztán ez az asszony, ez a szentírási asszony, édesanyja, Anna, még gyermeke meg sem született, már akkor születése előtt Istenre bízza az ő gyermekét. Ezt nekünk is meg kell tanulni őtőle. Ahogy egyik énekünk mondja, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Hiszen Istenre bízhatjuk gyermekeinket, őtőle várhatunk erőt, segítségnyújtást, nevelésükhöz, hitben való járásukhoz, és ahhoz, hogy a mennyei atya adjon számunkra egész földi utunkon lelki és fizikai erőt a család összetartásához. Kedves testvéreim, az anyaság azt is jelenti, hogy felelősségteljes szeretetben adom az én életemet valakiért. Gyermekemért, unokámért, dédunokámért, adom fiatalságom, adom szépségem, adom életem annak, aki én utánam jön. Aztán azt is kell látnunk, hogy gyermekeink bennünket utánoznak. Mindig figyelnek rá a kicsik, akár a családon belül, vagy iskolában is, a felnőttet, a fiatalok, a fiatal generáció mindig figyeli. Figyeli azt, hogy hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk, hogyan élünk. Azt is figyelik, hogy Bibliát olvasunk, hogy templomba járunk, hogy énekelünk, hogy imádkozunk, és hogy mindig részt veszünk rendszeresen az istentiszteleti alkalmakon. Ez is fontos, hiszen gyermekeink is utánunk viszik majd tovább ezt a hitet, amit az édesanyák, a szülők, a nagyszülők, a dédszülők átadhatnak az utódoknak. Kedves testvéreim, ebben a bibliai történetben Anna is hisz az Úrban. Példát ad utódjának, példát ad gyermekének. Egész családi életét meghatározza az Istennel való közösség. Nem volt ellentét az otthon és a templom között. Nem csak akkor imádkozik gyermekéért, amikor beteg, hanem akkor is, mielőtt még megszületett volna. Imádságos szívvel Isten elé viszi születendő gyermeke életét, hiszen fontos számára az ő egészsége, gyermeke élete, gyermeke jövője. És ezt mi is megtanulhatjuk a bibliai Annától. Kedves testvéreim, aztán azt is megtanulhatjuk Annától, hogy ez a bibliai édesanyja úgy él, hogy népe jövendője szempontjából is óriási jelentősége van az ő imádságos édesanyai életének. Ez az asszony
merte felvállalni az Istennel való közösséget, amikor Éli főpap és fiai Isten szavát és Isten házát semmibe vették. A nép, az ország pusztulásnak indult, hit nélkül éltek. De volt egy asszony, aki csendben imádkozik születendő gyermekéért. És olyan gyermekáldás kap, aki valóban hívő ember lesz, akinek hatása az egész korra kihat majd, és megváltoztatja az akkori népnek életét. Mert megszületik Sámuel, a későbbi nagy próféta, akinek munkálkodása sorsfordító volt az egész nép történelmében. Így tehát egy hívő édesanya csendes imádsága történelemformáló tényező lett a nép életében. Így imádkozhatunk mi is a mai korban születendő gyermekeinkért, gyermekáldásokért, gyermekeinkért, gyermekeink jövőjéért, unokáinkért, dédunokáinkért. Imádkozhatunk családokért, magyar hazánkért és annak jövőjéért. Kedves testvéreim, ennyi függ tehát az édesanyáktól, az ő hitükön, imádságokon keresztül Isten megsegít bennünket. Így anyák napján egyet tehetünk, hogy életüket Isten színe elé visszük, és azt kérjük tőle, hogy Isten áldása kísérje az édesanyákat, a nagymamákat, a dédszülőket, a nevelő anyákat, a keresztszülőket, és minden asszonytestvérünket. Amen. Kedves testvéreim, ráfelelő énekünk a 128. Zsoltárunknak mindhárom verse, a 128. Zsoltárunknak mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. 128. Zsoltárunknak mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Anyák napi ünnepi Isten tiszteletünkön, hálás szívvel visszük eléd
a szülőket, édesanyákat, nagyszülőket, dédszülőket, keresztszülőket, nevelőszülőket, asszonytestvéreinket. Azért kiáltunk hozzád, hogy adj számukra lelki és fizikai erőt nevelni gyermekeiket. Adj számukra hitet, hogy valóban tudjanak imádkozni gyermekeikért, születendő gyermekeikért, vagy már megszületett gyermekeikért, unokákért, dédunokákért, és tudjanak imádkozni, és mi is tudjunk imádkozni valamennyien gyermek áldásért. Örökkévaló atyánk, adj nekik erőt odafigyelni mindig a családra, hogy legyen összetartó, boldog, szeretetteljes közösség a család, amelyik alapsejtje az országnak, a társadalomnak, az egész világnak. Így légy ő mellettük, így légy mi mellettünk is. Örökkévaló édesatyánk, fogadj minden anyát, atyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel tudják gondozni gyermekeiket, ahogyan te hordoztad egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Növeld az anyákban a hitet, a reményt, a szeretetet, hogy egész életükben azt soha ne veszítsék el. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva lehessünk mindig boldogok a földön, egykoron majd a te mennyei hajlékodban. Örökkévaló Istenünk, így visszük el ide a mai napon a gyászolókat, akik megálltak az elmúlt időszakban, szeretei koporsójánál, várva Isten vigasztaló szódat. Szólj hozzájuk Jézus Krisztus által, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Így visszük eléd az emlékharang útján emlékelő testvéreinket is. Te légy mellettük is, őket megvigasztalván. Te légy időssel, özvegyel, árvával, betegségben lévővel, gyermekkel, fiatallal, középkorúval és mindenkivel. Örökkévaló atyánk, te gátold meg a vírusnak, a betegségnek tombolását, és adj gyógyulást magyar hazánkban is, és szerte a világban mindenfelé beteg embertársainknak. Táld meg a járvány ellen küzdők életét. Adj számukra is lelki és fizikai erőt ezzel szemben harcolni és küzdeni. Örökkévaló atyánk, így kérünk egyházunkért is, mindnyájunkért, Jézus érdemért, hallgass meg bennünket a mennyekből, a te lakhelyedből, légy hozzánk kegyelmes és irgalmas édesatyánk. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozást hihetem, tudva azt, jobb adni, mint kapni. És ahogyan hallottuk, húsvétkor a Duna televízióban úgy is elküldhetjük adományainkat, hogy banki úton keresztül, valamint akár úgy is, hogy összegyűjtjük vasárnapról vasárnapra, és a járvány végén majd elhozzuk adományainkat, akár egyház fenntartói, vagy perselt adományainkat, ami Istenünk dicsőítésére. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szent léleknek közössége és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, most pedig hallgassuk meg anyák napi hirdetéseinket. Hihetem, hogy az elmúlt két héten kísértük a feltámadás reménységében utolsó útjára özvegy Kis Sándorné, született Olá Piroska, 69 évet él testvérünket,
aki az Olá Zsigmond utca 1-es szám alatt lakott. Utolsó útjára kísértük Amrus Sándor 76 esztendőt él testvérünket, aki a Besenyei utca 19-es szám alatt lakott. Utolsó útjára kísértük Pap Mihály 65 évet élt atyánk fiát, aki az Agancs utca 25-ös szám alatt lakott. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló család minden tagjával. Új halottunk, Barta Imre, 81 esztendőt élt testvérünk, a Rákóczi utca 47-es szám alól tért a minden élőknek útjára. Temetése május 5-én kedden délelőtt 11 órakor lesz a csendes temetőben, a feltámadás és öröklét reménységében. Istenünk áldja meg a gyászoló családokat és vigasztalja meg őket a feltámadás reménységében. Kedves testvéreim, az elmúlt 2 hét során emlékharang szólt Bisi László testvérünk halálának első évfordulóján, emlékeztek szerető családjának tagjai és a Bondá család. Emlékharang szólt Losonci Zoltánné született Varga Róza testvérünk születésének 100. évfordulóján, szeretettel és tisztelettel emlékezett lánya, Nagy Zsolt Csabáné, született Losonci Erika. Emlékharang szólt Matolcsi Ferenc, Matolcsi Ferencné született Góz Piroska, és Törőcsik Lászlóné született Matolcsi Róza emlékeze, emlékeznek családtagjaik. Emlékharang szólt Nagy Gyuláné, született Takács Aranka halálának 14. évfordulóján, emlékeztek lánya, unokái és testvére családjával együtt. Valamint a mai napom, anyák napján emlékharang szól Szilágyi Erzsébet testvérünk halálának 5. évfordulóján, fájó szívvel emlékeznek édesanyja és testvére családjával együtt. Istenünk vigasztaló kegyelme legyen minden emlékező családdal. Kedves testvérem, hirdetem, hogy a vasárnapi istentiszteletekbe bekapcsolódik a Berettyői falui Római Katolikus Egyházközség és a Berettyői falui Baptista Egyházközség is. Az istentiszteleteket a Berettyó Televízió vasárnap délelőttönként 9 órától és délután 3 órától sugározza. Istenre teáldásra köszönjük meg a televízió munkatársainak szolgáltát és a felvételek elkészítését. Kedves testvéreim, minden este 8 órakor megszólalnak templomunk harangjai, megköszönve a koronavírus járvány ellen küzdelemben résztvevők erőfeszítéseit, valamint emlékezve azokra, akik a járvány alatt, a járványban életüket vesztették. Kedves testvéreim, a templom felújítás kapcsolatban fontos hírünk az, hogy az egyházközség szerződést kötött a Lebaron 2200 BT-vel, aki néhány esztendővel ezelőtt csinálta templomunk toronysisakját és a falszigetelést. Isten kegyelméből május hónapban felvonulnak, és így hozzákezdhetünk templomunk felújításához. Isten áldása kísérje templom felújító szolgálatunkat is. A magyarországi egyház felhívása a vírussal kapcsolatban. Kérjük közösségeinket, hogy imádkozzanak a beteg gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért, fáradozó dolgozókért, a koronavírus járvány ellen küzdelemben résztvevőkért. Köszönettel a Magyarországi Református Egyház elnöksége. Isten áldása kísérje egyházközségünket, és legyen mindannyiunk őriző pásztora. Amen. Anyák napi ünnepi istentiszteletünk végén záró énekünk a 134-es Zsoltár, mindhárom verse, áldás kívánó ének az édesanyák, nagyszülők, dédszülők, nevelőszülők, keresztszülők, asszonytestvéreink életére, 134-es Zsoltárunk, mind a 3 versét énekeljük, Úrnak szolgái minnyájon,
áldjátok az Urat vígan.